Testünk alapvetően 36-37 fokos hőmérsékleten üzemel a legjobban, 35 foknál már kezdetét veszi a kihűlés folyamata. A szervezet működése lépésről lépésre áll le. Lassul a vérkeringés, a vérnyomás csökkenésével a légzés is ritkul, felületessé válik. Szívritmus zavar lép fel, majd az eszméletvesztéssel járó, tetszhalálszerű állapot áll elő. Nagyjából 20 fokos testhőmérséklet esetén a keringési rendszer bénulása következtében beáll a halál. Egyedül élő idős betegemberek nem csak kint közterületen, hanem akár a fűtetlen lakásukban is könnyen ki tudnak hűlni bizonyos egészségkárosodások következtében, tehát ezek az egyedül élő idős személyek különösen veszélyeztettek ebben az értelemben, és természetesen a kint közterületen hideg időjárási körülmények között dominálóan alkoholos állapot hatás alatt álló emberek nagyon könnyen elalszanak, és nagyon rövid időn belül egy ilyen időjárási körülmények között kihűlés áldozatai lehetnek. Az alkoholos befolyásoltságot azonban nehéz megállapítani első pillantásra. Ezért, ha földön fekvő embert látunk, mindenképpen legyen elég bátorságunk oda menni és megszólítani, megkérdezni, hogy nincs-e szüksége segítségre. Ugyanis az elmúlt hetekben is történt haláleset. Egy közterületi, frekventált helyen lévő buszmegállóban fekvő ember hűlt ki. A járókelők nem nyújtottak neki segítséget, és későn értesítették az illetékes szerveket. Az egészségügyi ellátórendszer felkészült arra, egyrészt a hajléktalan személyek ellátását illetően, illetve mind a sürgősségi osztályok, mind a mentőszolgálat, külön a mentőszolgálat ugye segítő csoportot is hozott létre bizonyos helyeken, hogy senki ne hűljön ki utcán, közterületen, tehát ők mindenképpen kapják meg azt a szükséges ellátást. Ha egészségügyi ellátásra van szükségük, akkor dominálóan a sürgősségi osztályok segítségét igénybe véve. Abban az esetben, hogyha egészségügyi problémájuk nincsen, akkor pedig különféle hajléktalan ellátást biztosító szolgálatok, szervezetek azok, akik ilyenkor gyakorlatilag ebben a megyében is és egész országra kiterjedően képesek ezeket a személyeket befogadni, éjszakára hideg időjárási körülmények között megnyújtani ható szállást biztosítani a részükre. Ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhetően az elmúlt években csökkent a kihűlés miatti halálesetek száma. A szakember szerint azonban még tovább csökkenthető ez a szám, ha megértik az emberek, hogy az ilyen esetek megelőzése és kezelése nem csak a mentősök feladata. Ez egyfajta társadalmi felelősségvállalás kell.